És most sport. Hazai pályán játszik vasárnap a ZTFC a Merkantil Bank Liga 10. fordulójában. Zorán Spisiek együttese a Prukner László által irányított Budafokot fogadja. A legutóbbi két mérkőzésén mindössze egy pontot szerzett az ETE a bajnokságban. A Budafok elleni hazai mérkőzésen újra a siker útjára kell lépnie a csapatnak. Nem vár könnyű összecsapás a kékfehérekre, a volt NB1-es játékosokat felvonultató ellenféllel szemben. Forgács András csapatkapitány szerint nem okozott törést a két gyengébben sikerült meccs a Vát és a Szolnok ellen. Hullámvölgynek semmiképpen nem nevezném. Az itthoni mérkőzés az egy kicsit pekesebb volt, mert sok helyzetből nem tudtunk egyet se berúgni, ezért döntetlen lett. Ez az idegenbeli vereség, ez fájó mindenképpen, amit szeretnénk javítani, de hullámvölgynek nem mondanám semmiképpen. A legutóbbi két bajnokin nem szerzett gólt a csapat, így nem kétséges, hogy a helyzet kihasználáson kell javítani. Babati Benjamin 3 gólt lőtt az idei szezonban az NB2-ben és a hétközi győztes kupameccsen is betalált. Az ő eredményes játék a kulcsfontosságú lehet a Budafok ellen. Mi vagyunk a mérkőzés elsői, a helyzeteinket be kell rúgni. Tehát ugye góra játszak ugye a focit, úgyhogy úgy gondolom, hogy ellenünk visszaállnak majd, és a kontrákba fognak bízni. A Budafok hullámzó teljesítményt nyújt. 2 győzelem, 3 döntetlen és 4 vereség a mérlege. 9 pontjával a 15. helyen áll Prukner László együttese. Az ETL jelenleg a 8. helyen áll a tabellán, 4 győzelemmel, 2 döntetlennel és 3 vereséggel. A mezőny sűrűségére jellemző, hogy Babatiék mindössze egyetlen ponttal vannak lemaradva a 4. helyen álló Szolnok mögött. A Zalaegerszeg-Budafok összecsapás vasárnap 18 órától lesz az ETL arénában.